Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Külön szeretném megköszönni előadóinknak, hogy részt vesznek ezen az eseményen, Zeke Gyulának, Gerő Andrásnak, illetve Diószegi István úr később majd megérkezik. Idős ember lévén kisebb fennakadások történtek, de elvileg befut. Rendezvényünk egy most kezdődő rendezvénysorozat része, amelyen a Habsburg Történeti Intézet az első világháború évfordulójának tematikájához illeszkedik. Ennek során az Európa nagy háborúja és az új világrend születése címmel tartott nemzetközi konferencia előadásaiból szemezgetve további értékelés alá vesszük az egyes témákat. Elsőként Gerő András előadásából indulunk ki. Így jelenlegi témánk tehát az elveszett aranykor, az osztrák-magyar monarchia világa. Az aranykor kifejezés sokféle értelemben használatos. Aki aranykorról beszél, az valamilyen békés, konszolidált időszakot emleget, ahol a harmónia dominált. Modernkori történelmünkben volt olyan periódus, amelyre ez a békés konszolidáltság volt a jellemző, és amely egyértelmű felívelést hozott az itt élők nagy részének életében. Az osztrák-magyar monarchia 1867 és 1914 között megfelelt a fenti kritériumoknak, a békés polgári fejlődés diszharmóniákkal teli majd évszázadáról van szó, a polgárosodás a civilizatorikus megújulás időszakáról. A civilizációs áttörés, a polgári életforma rögzülése egy viszonylag hosszú békekorszak alatt következett be, és ezért joggal emlegethetjük boldog békeidőkként, illetve akár nevezhetjük magyar aranykornak is. Jelen pillanatban, akkor Diószegi István úr későbbre érkezik, úgyhogy Zeke Gyula fog beszélni elsőként, pár percben összefoglalja az ő gondolatait ezzel a korszakkal kapcsolatban. Először is bemutatnám Zeke Gyulát. 1982-ben diplomázott az ELTE történelem és könyvtárszakos hallgatójaként, majd pályáját az 1980-as évek első felében történészként kezdte. Érdeklődése és kutatásai a hazai zsidóság, modernkori társadalom és kultúrtörténete felé irányult. A szépírás az 1990-es évek elejétől vált fő tevékenységévé. Mellette évek óta foglalkozik Budapest kávéházi kultúrájának múltjával és jelenével is. Dér Andrással és Sali Noémivel 1998-ban készítették el Vilva néni Budapestje című filmjüket, majd 2007-ben Csukás Sándorral és Sali Noémivel az Otthonod a kávéház című tízrészes sorozatot. Számos kötet mellett mintegy fél ezer tanulmányt és cikket publikált az említett tárgykörökben, eszéket, prózákat írt hagyományos és internetes lapokban. Akkor át is adnám a szót. Hát amikor András felhívott ebben a témában, hogy foglaljam össze a gondolataimat, akkor azonnal a tálalán jutott az eszembe. Ugye nevezetes mondata az emlékirataiból, hogy aki nem élt a 18. században a forradalom előtt, az nem ismeri az élet édességét, és nem tudja, hogy micsoda boldogságban részesülhetett volna. Valami ilyesmi élménye lehetett azoknak a nemzedékeknek, minden tanúság ezt bizonyítja a számomra, ami leíratott és ami más módon érkezett el a mi korunkig. Valami hasonló élménye lehetett ezeknek az embereknek. Gondolkodtam, hogy milyen passzusokat hozhatnék ide, amikkel ez bizonyítani is lehetne. És furcsa módon az első mondat, amit idézetként önök elé tárnék, az első idézet, az csak egy mondat, a Lika Károly művészettörténész emlékiratait zárja így valahol a 319. oldalon. Rángatni fogom le fel a szemüvegemet, mert sajnos három éve már nem látok nélküle. Azonban 1914-ben kitört a világháború és felforgatta minden művelt nemzet életrendjét. Ennyi. Az idézetből az is nagyon fontos a számomra, az egyik fő állításom talán, amit nem nagyon szokás hangsúlyozni,
hogy a búcsú ettől a aranykor boldog békeidő, ki voltam tekinthetjük, szinonimáknak őket, elkezdődött már a világháború kirobbanásakor, nem lehetett hozzá megvárni azt a halom tragédiát, és hát az ismert 18-19-20-as eseményeket, hanem akik, hát és ezért is fontos talán a művészek felé is fordulni ebben a kérdéskörben, nem csak politikusok és történészek felé, tehát akik az idegszálaikban élnek, azok megérezték, hogy itt valami nagyon nagy baj történik. Tulajdonképpen ezért is adtam a referátumom címének ezt, hogy az ezüstkor aranykora, mert ezt a nemzedéket érzem illetékesnek. Ugye ez a két fogalom nem magas kulturális találmány, hanem közemberek, polgári újságírók vetetőleg betették papírra először. Ők az illetékesek, amikor mi utánuk születettek, ezt ismételgetjük és mondogatjuk, az már egy tartalom nélküli valami. Miért fontos ez? Ugye nincs sok okunk szeretni a két világháború közötti korszakot, de hát mégiscsak le kell szögezni, hogy az a ismert kimenet ellenére is polgári társadalom maradt. Tehát olyan emberek társadalmi, mentális és erkölcsi veszteség tudatáról van szó, akik a mi életünkhöz képest, akik hát a szocializmusban voltunk szerencsétlenek megszületni, már engem illet és lejönni az életem nagyobbik részét, már szintén bizonyos értelemben paradicsominak tűnhet. Ugye a Horthy nem volt közeli viszonyt a polgári társadalommal, de az ő fejébe se fordult meg, és az által a képviselt kurzus képviselőjének se, hogy itt ne a polgári magántulajdonon alakuló társadalom legyen Magyarországon. A jobboldali kollektivizmus, ugye az egy egész más dolog, bátran nevezhetjük fasizmusnak, ezeknek az embereknek a fejében nem fordult meg, mint ahogy a fellélegzés 1920 után, fehér terror és mindennek ellenére a társadalom egymást egyébként nem szerető rétegeiben is közös volt, hogy hát itt azért most ugyanúgy folytatódhat, ami a életnek az alapjait illeti tovább a dolog. Csak valami mégis történt, valami helyrehozhatatlan, amitől ez nagyon más volt. Próbáltam szétszedni magamban ezt a traumát, ezt a veszteségi élményt, hogy vajon milyen tényezőket érdemes kiemelni, és kezdeném egy olyannal, ami nem közkeletű, egészen bizonyosan nincs a figyelem homlokterébe, hogy itt egy véletlen egybeesés is van, ami az első világháborút illeti a modernizmus nagy nemzedékének az életforduló élményével. Erre szép bizonyíték lehet a Kosztolányi. Sokan, mindenki ismerheti a Bush férfi panaszaiban a New York-e kávéház kezdetű verset. Picikét olvasnék is belőle. New York-e kávéház, ahol oly sokszor ültem, hadd nyissam ki az ajtót, leülni még szabadtán, csak mint a koldusnak, aki pihen a patkán, s megnézni, mi maradt belőlem és körültem egy nyári kora estén, hogy még mind vacsoráznak, meginnék asztalomnál egy langyos esti kávét, és mint hívő keresztény elmondanék egy ávét, múltán az ifjúságnak, s múltán a régi láznak. Ugye, ha elhisszük, hogy egy 24-es kötetet tartunk a kezünkbe, és ez onnan való vers, akkor teljesen helyén való, de ha tudjuk azt is hozzá, hogy valójában ő ezt már 1913-ban megírta, annyi különbséggel a nyugatnak a 13-16-os számában jelent meg, hogy a kezdő szavak helyett, a New York-e kávéház helyett ott az áll, hogy ó, régi kávéház, írja 1913-ba, miközben ugye tudjuk, hogy a Esti Kordél nevezetes kávéházi fejezetének az ötödik fejezetének a regény ideje, és nincs okunk kételkedni ennek a
hogy mondjam, kronológiai valóságában, az 1909. szeptember. Tehát ott egy, ugye ha jól számolom, 23-24 éves fiatalember járja végig azt a fejezetet Somlyóval és Karintival. Somlyó Zoltánnak dedikálta egyébként a Nyugat említett számában, vagy ajánlotta ezt a verset. És akkor rá 4 évre, ami hát 20 és 30 között az évek, emlékszünk, még nem ugyanazt jelentik, mint aztán mondjuk 40 és 50 között, hanem át lehet velük hidalni ilyen távolságokat. De említhetem azt is, hogy meg is halnak ugye nagyon sokan fontos emberek, a Kafka, Margit, Csát, Török Gyula, Ladi mindenek előtt. Tehát volt egy ilyen része is a dolognak. Na most, ami természetesen fontosabb, annak próbáltam keresni az első irodalmi lenyomatát, és oda jutottam, hogy a Krúdi, akinek hát hajlamosak vagyunk a háború előtti és utáni prózáját azért homogénnak tekinteni, 1921-es, akkor még nem kötet alakban, csak folytatásokban, ráadásul Bécsben megjelent, félbe maradt könyve a Mit látott Vak Béla Szerelemben és Bánatban, annak az előhangja illik ide, amit a vázlatpontomban úgy apostrofáltam magamnak, hogy az élet megromlása. Láthattuk őt már, mint a hőst, a vakembert a pesti utcákon, amikor még boldog és nyugodalmas volt Magyarország. A bérkocsisok senkit sem gázoltak el, az automobil megkunyászkodva megállott, ha egy idővel nem egyező szempár szigorúan szemközt nézett velük, a rohanó járókelők nem döntötték fel azt, aki kifeszített könyökkel nyugodalmasan sétált az utcán. Tekintély, tisztelet, nagyra becsülés, sőt némi alázat környékezte azokat az embereket, akik lassú léptekkel haladtak útjaik felé, miután polgári kötelességeiknek minden irányban eleget tettek. Fiatal volt még Budapest, a 48-as öreg honvédeket mindig hazakísérte valaki a kocsmákból, a lóvasúton helyet szólítottak az aggasztyánoknak és a terhesnőknek, a színházak bejáratánál vigyáztak, hogy le ne tapossák az úrnők muszájait. Résztvevő csoportozat alakult egy eltévedt gyermek, az eltévedt gyermekek körül az utcasarkon, kicsengették a házmestert, ha éjszaka egy kiskutya kapargálta a kaput, és mindig ajánlkozott valaki, aki a vakembereket átvezesse az utca túloldalára. Budapest naív, mondjuk hajdankorát élte, szíve telve áhítattal az élet szépségei és örömei után, a lelke oly jóra való, mint a gyermek kertésznőké. Pártját fogta a szegényének, különösen akkor, ha az elég hangosan jelentkezett, önkéntes és hivatalos állatvédő vette pártfogásába a kínzott lovakat, a beteg kutyát, a sánt, a galambot, sarkon álló hordár mutatta meg az utat a vidékieknek, ha az ismeretlen utcába igyekezett, egy könnyező női szempár, egy asszonyi zokogás, amely az utcán ért utol, megállította azokat is, akik végrehajtásra siettek, az aszfaltbetyárokat és a nők csábítóit kipellengérezték az újságban, megrakták a férfiakat az utcasarkon, ha gorombáskodni merészeltek a nőkkel. A legöregebb asszonynak is akadt lovagja, amíg nem verte orra a földet. A házmestert megadta, kírozta a tömeg, ha kiköltöztette a szegény lakót. Jóság, szívnemesség, emberszeretet, liberalizmus, jószívűség, ingyen kenyér, ingyen tej, gyermekkert, ingyen kórház, nővédelem, kiházasítás, hajléktalanok menhelye, lelencház, aggók otthona, javítóintézet, tévedt nők istápolása, házmesterek temetkezési egylete, özvegyek védelmezése, árvák pártfogása, istápolyok alakítása volt ivatban. Egy régi, elmúlt város emlékirata ez a könyv, amely városban lovagok voltak azok is, akik nem láttak semmit sem az ingyenesen mutogatott női bájakból és büszke középületekből. Ugye hát igazi irodalom azért nagyon kemény, azonosítható várostörténeti és szociológiai tartalommal. És fontos ugye, hogy még csak 1921-ben vagyunk, de már is egy olyan távolságot érez az ember, mint hogyha 20-25 év eltelt volna.
Ugyanilyen fontosnak gondolom Hunyadit, akinek talán nem mindenki ismeri azt az igen fontos könyvecskéjét, ami az ő életében ugye 42-ben halt meg, nem jelent meg, hanem csak a színházi életben folytatásokban 1934-ben a Szűrve habbal. Hát ez nekem egyébként kávéházi szempontból is nagyon fontos, mert a New York kávéháznak a kulcsregényéről van szó. Urbán Laci barátom találta meg, és adta ki könyvként, most már éppen 20 éve, 1993-ban. Ennek is felolvasnám a bevezetőjét, ami egyébként hasonló funkcióban van ebben a könyvben, mint a Vak Bélában az imént hallott előhang. Az országnak remekül ment. Mindenfelé új ipari üzemek alakultak. A nagy vasgyárak kohója izzott az éjszakában, amerre a vonat haladt. Sineket gyártott a telep, acéllemezeket, a kiégett koksz, a fekete vashamu megülte az egész vidéket. Az erdőben fűrészek mozogtak, keskenyvágányú simpárokat fektettek le a mohában, a bőrgyárakban 100 000 szám készült a bakancs és az übersvung. Én nem vagyok igazán jó németes, a szótárban ez nincs benne. Felteszem, arról a kalusni féléről van szó, amit télen egyébként is vastag cipőjére húzott fel az ember. Valaki tudja esetleg, ismeri a szót? Szóval übersvung. A vállalkozók, az üzemek igazgatói, mérnökei és utazói vagyonokat kerestek. És vagyonokat kerestek a kereskedők, akik ennek a rendkívül gazdag és múló vásárlókedvű területnek a szolgálatára állottak. Ki is hagyok azért. A kedencekben szaporodott az ezüst, a hálókban és a szalonokban a perzsaszőnyeg. A Dunán új hidakat terveztek. És a külső Andrássy út környékén szorgalmasan épülni kezdett Budapest polgári arisztokráciájának villanegyede. Béke volt, bizalom. A rejtek helyeiről előbújt pénz szétömlött a világon, mint a meleg tej. És a nemzetközi tőke úgy találván, hogy a 67-es Magyarország rendíthetetlen alapokon álló, fejlődőképes terület mindenfelé elültette spekulációjának magvait a földünkbe. Ebben a hangulatban és ebben az állapotban, amely hasonlított a klondajki aranyföldek legszebb idejéhez, épült föl Budapest első igazán világvárosiasan fényűző kávéháza, ugye hát a 1894 New York, ami nem igaz volt, előtte már hozzá hasonló, de nem baj. Még egy mondat innen. A kávéházzal folytatván, így aztán nem csodálatos, hogy a New Yorkot ma sem haladta túl, sőt utol sem érte egyetlen más pesti kávéház. Lépcsőivel, emeleteivel, csavart barok oszlopainak sárgarész díszítésével, mennyezetének művészi festményeivel ma is azt mutatja ez a hely, hogy az idő, amikor épült, a világ békéjének és benne Magyarország gazdasági fejlődésének legmagasabb csúcspontja volt. Ugye ebben is keveredik idealizmus, szebbnek látott történelem és valóság, és talán még erősebb egy másik Hunyadi mondat, ami a, jól emlékszem, 933-as a Vörös Lámpás Ház, a novella, már nem tudom most fejből az első folyóirat közlésnek az idejét. Tehát ott van egy ilyen, az a világ úgyis eltűnt, ugye a századfordulóról van szó. Csak egy bolond villanás volt, képtelen fény, amely egy csomó ritka véletlen találkozásából született. Ugye ez azért nagyon érdekes, mert utókorként, történészként is megfordítja a dolgunkat, nem azt kell megmagyarázni, hogy miért múlt el ez a világ, hanem azt, hogy egyáltalán hogyan volt lehetséges, hogy létezett. Még egy dolgot szeretnék mondani, ami fontos lehet nekünk magyaroknak ebben a kérdésben, hogy ugye amitől
baj van a világon, amitől az egész hát mégiscsak valami katasztrófa felé halad, ezen lehet vitatkozni természetesen. Az a esemény és romlás és traumasor, ezen talán nem fogunk vitatkozni, az első világháborúval kezdődött világban, aminek hát a befejezése ki is mondta a híres történész, aki első világháború második csatájának, vagy utolsó csatájának nevezte a második világháborút. Minden a szó ördögi értelmében ott teljesedett ki, de olyan dolgok teljesedtek ki, amik hát elkezdődtek. Ugye nemzedékeknek kellett megemészteni, hogy a régi világban, ha pofon vágott valakit az utcán, mert haragosa volt, akkor ezért könnyen börtönbe csukhatták, majd pedig behívják katonának, és az a dolga, hogy halomra ölje az embereket. Tehát van itt egy, amivel európaiként, ha számot tartunk erre a címre, és várunk tőle valamit, és magunkban várunk valamit ettől, akkor ezzel a nagy traumával kell valahogy számot vetni, és megtalálni a nem egyszerű, nem puszta történelmi, diplomáciai és gazdasági okozat sorokat, hogyan volt ez lehetséges, mert itt valami másról és többről is szó volt. Na most ugye miután mi meglehetősen rosszul kerültünk ki, vagyunk is azóta az első világháborúból, ezt az utolsó tételemet úgy fogalmaznám, hogy Trianon árnyékában, ami hát egy tényleges, nagyon komoly trauma, leszünk vele még a következő 1000 évben, ha egyáltalán nagyjából ugyanolyan marad a világ, mint most, és lesz még Magyarország, ami hát nagyon könnyen elnyomja ezt az összemberi lelkiismeret, furdalást és felelősséget, amit hát azt gondolom éreznünk kellene. És hogy megpróbáltam végig menni az általam ismert dolgokon, hogy hát mik a főbb emésztésmódjai ennek, mik a minták, amik megszülettek, akkor hát nagyjából hármat találtam. Az elsőt nevezzük mitológikusnak. Ehhez egy Schöpflin Aladár passzust olvasnék fel, a Magyar Irodalom története a 20. században című először 1937-ben megjelent kötetéből. Magyarország fennmaradása történelmi határai között valamennyiünk tudatában olyan volt, mint változhatatlan természeti tény. Az a kedves, szép alakulat a térképen, amely egy életen át belerögződött emlékezetünkbe, számunkra a természet céltudatos alkotása volt, épp úgy nem tudtuk megváltozását elképzelni, mint az, hogy valami földtani kataklizma eltüntetheti a föld színéről a Kárpátokat. A háború alatt hallottunk híreket, hogy az ellenséges hatalmak tervezik feldarabolását, de akik nem bíztak teljesen a háború szerencsés befejezésében, azok sem tudták ezt a szándékot egészen komolyan venni. A háború katasztrofális összeomlásakor, amikor nyilvánvaló lett, hogy ez az elképzelhetetlen be fog következni, úgy éreztük magunkat, mintha hirtelen letaglózott volna valami sötét erő. Általános pánik következett be, amilyet még nem ismert a történelem, mármint ugye hát a mi történelmünk, teszem én hozzá. Elnézést. Akkor van a... Elnézést, hogy egy percben így körülbelül még össze tudja foglalni, vagy majd később folytatjuk esetleg. Hát a végére hagytam még egy Haller Istvánt, aki nem sorolok a magas kultúrához. Akkor, tehát nem olvasom fel feltétlen, csak elmondom itt ugye a... nem mérhető Szegfűhöz és Banga Bélához, hogyha a keresztény kurzus alapító szövegei után nézünk, de a nagyon fontos dolgokat mondott, ő nyújtotta be a Nemzetgyűlésnek a Numerus Clausus törvénycikket, és abban vesz búcsút a liberalizmustól. Csak az végét mondom. Nekünk hiába mondják, hogy inhumánusok, reakcionáriusok vagyunk, nem vagyunk világpolgárok.
Ezek a frázisok ránk nem hatnak többé. A világég és óriási tüzénél elhalvasztották a magyar nemzet legjobb értékeit, amit tehát közkeletűleg úgy lehetne fogalmazni, ugye, hogyha szabadság, egyenlőség, testvériségből nekünk Trianon jut, akkor köszönjük szépen, nem kérünk belőle, és hát azóta ez is ide vonatkozó viszonyulásoknak az egyik alaptétele. És hát a végén van itt egy megbocsátó szövegem, de akkor azt már nem olvasom fel. Akkor még meghallgatjuk, persze, hogy mire belefér az időbe, csak nem tudtam. A Kuncaladár fekete kolostorát nagyon sok mindenki ismeri, egészen biztosan. Szerintem már nem mellesleg a 10 legjobb magyar regény közül az egyik. És ott van egy ilyen fontos jelenet a 4,5 év Noár Mutyi és Judié után, amikor egy francia kisvárosban már a hazakészülődésre menet beszállásolják őket, és akkor megjelenik egy városi ember. Fölolvashatom, vagy? Persze. Nem szép, tényleg nagyon szép, csak az a feltétel, hogy megtaláljam. Megkérdeztem ki, hogy kihez van szerencsém. Kiderült, hogy Chalon egyik leggazdagabb polgára ül velem szemben. A piacon a nagy bazár, a hatalmas sarokház, amelyben az üzlet van az övé. Azon kívül szőlője, birtokai vannak. Az öreg úr mindjárt fél liter bort rendelt, azután két könyökére támaszkodva bizalmasan nézett szemembe. Mondja, sokat szenvedtek? Nagyon meggyűlöltek bennünket? Elmondtam, hogy gyűlölni népeket, fajtákat nem tudok. A francia műveltséget, a francia népet továbbra is szeretem. Sokat szenvedett ez az ország, mármint Franciaország, ami sok mindent megmagyaráz. De mindig érthetetlen marad előttem az a szokatlan gyűlölség, amellyel a hivatalos Franciaország az ártatlan magyar néppel szemben viseltetett az egész háború alatt. Elítélem bánásmódját a foglyokkal szemben, és kárhoztatom a fegyverszünet utáni bosszúálló imperialista politikát. Az öreg úr felélegzett, ezzel a nyilatkozattal meg volt elégedve. Maga nem akart véleményt mondani. A továbbiakban csak az érdekelte, hogy mire volna nekem és a többi internáltnak szükségük. Visszamentem társaim közé, és nem sokára pénzzel és hosszú listával jöttem vissza, amelyre kívánságaink voltak feljegyezve, dohány, cigaretta, szivar, kenyér, hentes áruk. Az öreg úr vállalta a megbízatást, és fél óra alatt elhozott mindent, még egy katúja szivart ráadásul is, mint az ő személyes ajándékát. Ekkor már beesteledett. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Akkor a továbbiakban úgy folytatjuk, hogy megnézzük azt az előadást, amelyet november 11-én Gerő András tartott az első világháborús centenáriumi bizottság első nagyszabású konferenciáján. Pár mondatban mindenképpen megemlékeznék előadónkról. Gerő András 1977-ben az ELTE történelem és szociológia szakjain végzett, azóta a kar oktatója. 95-től az ELTE gazdaság és társadalom történeti tanszékének vezetője. Több különböző külföldi egyetemen is tanított, illetve 1991-től a Közép-Európa Egyetem tanára is. 1993 és 2010 között a Budapesti Negyed főszerkesztője volt, 2002 óta intézetünk a Habsburg Történeti Intézet igazgatója, 2006-ban lett a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Bocsánat. Kutatási területei az Osztrák-Magyar Monarchia kora, a polgárosodás, a szimbolikus politika és Budapest története. Több mint 30 monográfiát írt, számos könyve megjelent az Egyesült Államokban, illetve német nyelvterületen is. Én nem az első világháborúról fogok beszélni, hanem arról, amit az első világháború széttört, legalábbis magyar, illetve monarchia vonatkozásban, és arra is kitérnék, hogy abból az aranykorból, mondjuk ezt idézőjelbe hívom csak így, amit az első világháború széttört, abból mi az, ami velünk maradt, annak ellenére, hogy a korszak már elmúlt. Előjáróban azért leszögezném azt, hogy a monarchia számomra, és benne persze Magyarország, az tulajdonképpen nem volt más, mint a civilizatórikus áttörés időszaka.
Értem ez alatt azt, hogy a térségünkben, beleértve Magyarországot is, ez egy olyan korszak volt, amikor már lett fürdőszoba, már lett vezetékes víz, már lett egy színházi kultúra, már lett nagyvárosiasság. Tehát egy olyan világ jött létre Magyarországon és a monarchiában, ami erősen azt mutatta, hogy ez a térség kezd olyan lenni, mint amit mi Európának képzelünk, Európának gondolunk. Azt tudom mondani, hogy bizonyos értelemben egy nyugat-európai standardhez való, vagy standardnek tartott valamihez való felzárkózás időszaka lett a monarchia. Az is egy fontos tényező, hogy ez a civilizatórikus áttörés, mondhatnám is úgy is, hogy polgárosodás, ez egy békeidőszakban következett be. Itt Magyarország esetében utoljára 1848-49-ben volt az országot elborító fegyveres harc, 1914 előtt, és 1867 után egyetlen egy olyan katonai akció volt, amiben magyarok is involválódtak, ez Boszniának volt az okupáció, de ez nem érintette a lakosság óriási többségét, nem érintette a társadalom egészét. Tehát egy békés időszak volt, a változás és a béke együttese volt a monarchia időszaka. Megjegyezném, hogy ez a béke annyit is jelentett, hogy volt egy stabilitás. Nem csak abban állt a stabilitás, hogy ugyanaz volt az uralkodó, aki 1916-ig ugye haláláig uralkodott, nevezetesen Ferenc József, hanem ami talán, talán fontosabb volt az emberek számára, hogy stabil volt a pénz. Ezt csak úgy mondom maguknak, mert azért, ahogy így elnézem, akik itt ülnek, azok mind a 20. században születtek, tehát 19. százados még már nincs köztünk. Szóval azt nehéz elképzelni, hogyha valaki mondjuk ugye 1892-ig volt forint, utána 892 után volt korona, és egy forint az két koronára váltódott át. De mondjuk, ha hosszú idős távban mondom ezt, hogyha valaki 1885-ben eltett a takarékba egy forintot, az 1910-ben is nagyjából ugyanannyit ért. Nagyon nehéz elképzelnünk, de így volt. Bizonyos értelemben azt tudnám mondani, hogy ebben a kontextusban, legalábbis én úgy gondolom, ez a Ferenc Józsefi kor, mert így is lehet őt hívni, ez nagyjából egyenértékű volt kulturális értelemben azzal, amit a britek Viktória királynő korának hívnak. Azt tudnám mondani maguknak, hogy bizonyos vonatkozásban, magyar vonatkozásban Ferenc József egyenértékű volt a viktóriánus, a Viktória királynő korával, ami a stabilitást, a kiszámíthatóságot jelentette. Nem véletlen, hogy az egész 19. században Magyarországon is, de egész Európában is egy haladás hit dominált. Az emberek azt gondolták, és ez megingathatatlan volt ez a hit, amit az első világháború aztán széttört, hogy a világ megy előre. Tehát, hogy most az van, ami van, de idővel minden jobb lesz. És az ember természet viszonyban ez azonnal vissza is igazolódott az emberek számára. Tehát ez volt az időszak, amikor az ember nagyon látványosan minden szervét meg tudta hosszabbítani, a lábát meghosszabbította azzal, hogy kitalálta a vasutat, tehát egyik helyről el tudott jutni gyorsan a másikra. A század végén már az autó is, nem azt állítom, hogy közkeletű lett, de beépült a világba. A fülét és a hangját meg tudta hosszabbítani, mert föltalálták a telefont. Tehát mindenfajta olyan találmány volt a világban, amit az emberek azt hihették, hogy van haladás. Az értelmiségi elméletek ugyanezt mondták. Marx Károly úgy gondolta, hogy van egy haladás, és a proletáriátus személyében, vagy mint társadalmi aktorként újra a világszellem magához fog találni, vagy önmagára lel, és beteljesíti a teljes jóvilágot. Spencer úgy gondolta, hogy az alapvető elveiben megírta, hogy a világ az evolúcióval áll össze, és nem forradalomba, hanem egyfajta lassú fejlődésbe gondolt el a dolgokat, de John Stuart Mill is elkezdett azon gondolkodni, hogy a szabadság az egy szép dolog, hogy lehet tökéletesíteni a szabadságot. Magyarán szóval úgy gondolták az értelmiségiek is, hogy itt a haladás korában élünk, minden a haladásról fog szólni.
Most azért a történeti hűség kedvéért hozzá kell tennem, hogy mielőtt belefeledkeznénk az osztrák-magyar monarchiába, mint szépségbe, azt kell mondjam, hogy azért az nem volt egy fenékig tejfel ezzel együtt, mert elképesztő egyenlőtlenségek jellemezték a monarchiát. Ebben nem mennék most bele. Ugye én itt azt ígértem, és valóban erről is beszéltem, ha bár itt még erről nem volt szó, hogy mi az, ami ebből velünk maradt, de most hadd váltsak, és visszatérek még arra, ami velünk maradt, hogy ugye a Gyula idézte Krúdit, hát egy rendkívül esztétizált szöveg volt a Krúditól. Esztétizált abban az értelemben, hogy a 20-as évek elején már mindent tökéletesnek lát a monarchiában, tehát a nők ingyen adták a bájaikat, nem egészen így volt. Sok minden nem egészen úgy volt. Ugye mindenki kézen fogta az öreg honvédeket, ez sem egészen így volt. De azt akarom mondani, hogy a Krúdinak egy dologban mindenképpen igaza volt. Ugye ő állandóan ködlovagokról írt. És szerintem részben ez is velünk maradt, csak ma már nem így látjuk őket. A monarchia időszaka bizonyos értelemben tényleg tele volt ködlovaggal, akiket a Krúdi megírt. A Mikszát még egyszerűen csak bolondnak látta őket. De az evolúció ugye határtalan. A Krúdinál ezek már ködlovagok lettek, és a napjainkra úgy tekintünk Magyarországra, mint hogy vannak ugyan indulatok, de bolondok nincsenek. Nem, szerintem ez egy abszolút velünk élő örökség. Az ország tele volt bolonddal, és ez azóta se változott. Hadd utaljak csak két olyan kis történetre, amit egyikük se írt meg, Mikszát sem, mert ő akkor már halott volt, és Krúdi sem, mert tudomásom szerint ő ugyan élt már, de ezzel nem foglalkozott. Most ilyen sajtóanyagokat böngészek 914-ből, itt a kollégákkal együtt, csak két esetet idéznék föl. Az egyik egy Weiss nevű emberről szól, ez egy földbirtokos, és bejelentette a helyi törvényhatóságnál, hogy házszentelőt akar tartani, és egy nagy házszentelő rendezvényt. Ezt be kellett jelenteni. És akkor megkérdezték tőle, hogy hányan fognak részt venni ezen, mondta, hogy ő egyedül. Tehát ugye ez egy de facto bolondról beszélünk, ma így látnánk, de ő teljesen természetesnek vette, hogy a saját házszentelőjét és a neki rendelt partit ugye egymaga fogja lebonyolítani. De ugyanígy az állam is bolond volt, mert van egy másik esetem, ez egy Sebestyén nevű könyvelő, aki belefáradt abba, hogy könyvelget. Belefáradt. És aztán egy idő után ezt elkezdte lazán menni, és kocsmákba járt, kártyázott, egy bohém lett belőle, de nagyon szomorú volt az élete miatt a könyvelés miatt, mert nem tudott tőle megszabadulni. És akkor egy nap úgy döntött, hogy öngyilkos lesz, és öngyilkos is lett. Ez 1912-ben volt, de természetesen eljárás indult ellene, hogy bizonyos kártyaadósságokat nem adott meg, vagy valamilyen anyagi zűrök voltak. És lényegében 1914-ben hoztak egy ítéletet, amelyben ezt a 12-ben elhunyt embert pénzbüntetésre ítélték. Tehát ezt a két pólust azért akartam felvillantani, tehát a bolondság, mint, hogy mondjam, a kultúránkhoz kötődő alapvető antropológiai attribútum, az egyszerre a magánembert is jellemezte, és adott esetben az intézményrendszert is, és a Krúdi ugyanaz államra tekintetében ezt nem írta meg a bolondságot, a Mikszát sokkal inkább egyébként, abszolút érzékelte ezt a dolgot. A másik, ami szintén, hogy így mondjam, itt maradt velünk, ami a monarchia kultúrájára abszolút jellemző volt, erről az előadásomban is beszéltem, ez a kölcsönös utálat kultúrája. Tehát, hogy mondjam, az egy abszolút magyar sajátosság volt, hogy egy kreclibe volt mindenki, de mindenki mindenkit utált. Hadd mondjak erre egy klasszikus példát, tehát mit tudom én, például képviselőház, most a politikából például, képviselőházi jelenet, Tisza beszél, már Tisza István. És a függetlenségi pártiak elkezdenek kiabálni a terembe, hogy, mert hogy majd válaszoljanak, hogy hol van Károlyi, hol van Károlyi. Mire Tisza megáll a beszédében, és azt mondja, hogy
nekem megígérte, hogy itt lesz, tehát nincs itt. De most hát ezek, hogy mondjam, ezek ilyen tömör, hogy mondjam, az utálat mondatai, a Károlyi ugyanilyeneket tudott volna mondani természetesen a Tiszáról. De ez az utálat kultúra, ez testet öltött abban is, hogy az egyik magyar utálta a másik magyart, ugye a függetlenségi magyar az Pecsovicsnak tartotta egyszerűen csak a nem az ő világképeben gondolkodó másik magyart, és természetesen a magyarok utálták a nemzetiségeket, és azok is őket. Hogy mondjam, ez nem ilyen feltétlenül jelent meg a nagy politika szintjén, néha ott is, de a napi politika szintjén abszolút jelen volt, vagy a napi élet szintjén, és azt hiszem, hogy ez a kulturális kontinuitás, ha nem csalódom nagyot, ha bár jelenkori adataim nincsenek, de az a benyomásom, hogy ez a kulturális kontinuitás nem tört meg, az utálat kultúrája abszolút itt él velünk, miközben továbbra is egy krecliben vagyunk, tehát hogy mondjam, ennek az utálatnak másfelől van egy sajátos patriarchális íze, amit egyébként a Mikszát szintén egészen pontosan érzékelt. A másik dolog szerintem, ami abszolút itt maradt velünk ebből a kulturális világból, amit a monarchia itt hagyott nekünk, ez lényegében az önértékelés furcsasága. Itt már persze egy kicsit a magyar nacionalizmus természetébe is bele kéne mennem, de ugye a monarchia azt mondta a magyaroknak, és a magyarok ezt mondták maguknak, hogy ez az ország az ő országuk. Ugye a Gyulait nosztalgikusan felemlegette a Nagy Magyarország kicsit pufókás alakját, amely ugye lefogyott a háborút követően, és azóta is fogyott állapotban van. Tehát ezt kezdték természetesnek tartani. Igen, és azt gondolták, hogy az egész ország az övék. De azért az igazság az, hogy csak 1900 után kerültek többségbe a magyarok ezen a Magyarországon, és 1910-ben az utolsó népszámlálásnál se volt 54,5%-nál nagyobb a magyarok aránya. Ez az 54,5% egyébként úgy állt elő, nem azért, mert a magyarok szaporábbak voltak, hanem részben a zsidó asszimilációból állt elő, mert a zsidók egyre inkább azt mondták, hogy ők magyarok. Ez körülbelül 4-5% volt, és a kivándorlás tekintetében pedig a nemzetiségi vidékekről nagyobb volt a kivándorlás, mint a magyar vidékekről. Nem azért, mert üldözték a nemzetiségeket, hanem mert alulfejlett, gazdaságilag alulfejlettebb vidékek voltak. Tehát a felvidék gazdaságilag alulfejlettebb volt, mint mondjuk a Dunántúl. Na most, ugye a magyarok elhitték azt, hogy ez az ő ország. De nem az volt a baj, mert az ő országuk volt, de azt mondták, hogy csak az ő országuk. Miközben azért ezeknek a többi embereknek is, vagy más embereknek is az ő országuk is volt. De úgy gondolták, hogy az övék, és azt gondolták, hogy ők megérdemlik ezt az országot, mert kulturálisan felette állnak ezeknek az embereknek. Az igazság, hogy szerintem ez a magyar önértékelési attitűd továbbra is itt van velünk, tehát azért én nagyon ritkán hallom azt, hogy a adott esetben a románt vagy a szlovákot nem lekez, tehát most nem a politikai, nem a diplomáciai nyelvben, hanem a köznyelvben sokszor ne prekraktálnák lekezelően. Tehát a magyar azt gondolja, hogy ő jobb. Ezt ugyan tények egyelőre nem támasztják alá, de mégis így gondolják a magyarok. Ez is szerintem a monarchiának egy sajátos magyar szempontból vett öröksége. Ha nem ezt a történetet nem mondom el, mert ez egy második világháborús történet, de mégis elmondom, hogy volt nekem az egyetemen egy tanárom, akiből később egyébként a rendszerváltás után alkotmánybíró lett. Tehát egy nagyon jól képzett, egy nagyon értelmes, okos ember volt, és ő a második háborúban Észak-Erdélyben szolgált, mint magyar katona,
de beszállásolták egy, ugye nem voltak ott laktanyák, meg ilyesmi, szóval nagy katonát beszállásolták egy román paraszt családhoz. És nagyon jóba lettek ezzel a román emberrel, tehát együtt szalonnáztak, iszogattak, minden. És telt múlt az idő, és mondta, mesélte nekünk ez az ember, hogy ott a románnal beszélgettek, és mondta a román, hogy látod, mondja, megint hülyék vagytok. Visszakaptátok Észak-Erdélyt, azt mondja, a háborúban azt mondja, a románok át fognak állni azonnal az oroszokhoz, ti megint elvesztitek Észak-Erdélyt, megint hülyék vagytok. És akkor azt mondja, nem tudtam neki mit mondani. Tehát összebújtam a feleségével. Tehát ez a magyar bosszúnak ez a nemes vonulata, ez jelzi azt, hogy azért... És a feleség? Tessék? Vele nem beszéltem. Én csak ezt a forrást tudom, tehát ezt mondtam el. Tehát magyarán szóval, hogy itt van egy önértékelési probléma, ami azért túlnyúlt a monarchia korszakán. Végül pedig, mert ugye azért az idő az megy, ha bár Diószegi tanár úr még mindig nem érkezett meg. Tessék, itt van? Nem tudom. Nem jelent. Azt tudniuk kell, hogy Diószegi István egy nagyon jeles magyar történész, ám de, amivel nem árulok el titkot, szerintem semmi személyiségi jogot nem sértek, ugye 83 éves, és ugyan meg volt vele beszélve, minden meg volt beszélve vele, de úgy tűnik, hogy elfelejtette. Pedig föl is írta, mondta, de viszont megígérte, hogy jön. No, tehát... Gálába öltözik és jön. Nagyon helyes emberről beszélünk. Tehát, hogy azt akarom mondani, hogy a... Csak elfelejtettem már, mert itt közben eltértem, hogy ami még itten szerintem a monarchia öröksége, erről is beszéltem az előadásomban, hogy itt maradt velünk valami, ami viszont a ezeknek a népeknek a sajátos testvériségét jelzi, akik annak ellenére, hogy utálgatták egymást itt, tehát pont azt az oldalt jelzi, hogy mégis csak egy kreclibe éltünk, és valahogy ennek volt egy otthonossága. Nevezetesen én az étkezési kultúrára és az italkultúrára gondolok. Szóval, ha belegondolnak abba, hogy a magyarok világéletükben a monarchia koráig alapvetően egy borivó nemzet voltak. Na de jött a monarchia időszaka, ahol ugye a sör belépett a magyar kultúrába. Nem volt konfliktusmentes a folyamat, mert a csehek rendkívül irigyek voltak az osztrák-német sör hódító útjára, ezért ők maguk kiépítettek egy saját söripart. Ez nem az ujjamból szopom a dolgot, komoly monográfiákat írtak erről, hogy a csehek nemzeti kompetíció okán miért mentek szembe az osztrák sörrel. Tehát, hogy a cseh identitásba a sör annyira beépült, be akarták építeni, hogy egy elképesztő söripart csináltak, máig egyébként kitűnő a cseh sör. Akkor de a magyarok... leghíresebb sörük miért németül van? Pilsner Urquell. Ez németül híresült el. Mert Pilsenben csinál. Hát, na jó. Igen. De aki ismeri a világon, mindenki Pilsner Urquellt mond. Hát. Ennél súlyosabb a bűnben. Az amerikaiaknak a bűne. Nem, hát ennek, persze ennek volt, lett egy olyan menete, hogy természetesen a német kultúra németesített, tehát följött a cseh sör, és ők németesíteni akarták ezt, de ugye a csehek a sört az osztrákoktól vették le. Na de mi történt? Hát a magyarok is azonnal, hogy így mondjam, beálltak ebbe a sörkultúrába. Tessék? Így van. Tréher Antal, és a magyar kultúrában a sör nem lett olyan értékű ital, mint a bor, tehát megőriztük a sajátos kulturális távolságtartásunkat, de abszolút
kommercializálódva belépett ebbe. Azt tudom mondani maguknak, hogy a másik a töményitalok területe. Ugye a magyar pálinka úgy gondolta, hogy ő tarol ebben a mezőnyben. De mégiscsak belépett a pluralizmus, és senki nem veszett össze, senki nem tette nemzeti lekezelés tárgyává sem a borovicskát, sem a cuvikát, sem, ugye az mára már eltűnt, mert ugye Galíciából hát kipusztult a zsidóság, ugye a holokausztokán, a pesahovkát, ami a húsvéti pálinka volt a zsidóknál, nagyon magas alkoholtartalommal. Na most ezek abszolút konvertálhatóak voltak egymásra. A monarchia közös hadserege, hogy így mondjam, egy kulturális ozmózisként működött tekintetben, mindenki mindent ivott, és abszolút egyenértékűnek érezte mondjuk a cujkát a pálinkával, ami mondjuk a magyar általában nem mondott volna a románról, hogy egyenértékű, de a cujka esetében megadta azt a lehetőséget, hogy elismeri a cujka jogait. És még egy, amit a bizonyos értelme itt a magyar kulturális ozmózisnak a magyar irányát jelzi, hogy az a magyar parasztkultúrához kötődő étel, amelyet mi közönségesen gulyásnak hívunk, az pedig gyakorlatilag bizonyos értelemben szemben a politikai magyarosítás szándékával sikeresen gyarmatosította a térséget, sőt, azt tudom maguknak mondani, hogy eljutott a tengeren túlra is, a tengeren túlon, tehát Amerikában is árulnak gulyást, nem olyan, mint a gulyás, de ez a neve. Ez a legalább a neve ugyanez, ami arról szól, hogy a magyar történelemnek ebben az értelemben legnagyobb sikertörténete a gulyás, legalábbis szerintem, ami persze azt is jelzi, hogy én mit gondolok a magyar történelem siker egyenlegéről, de kétségtelenül, hogy a gulyás az tarolt ebben a történetben. Tehát mindössze azt akarom mondani, hogy ez a korszak elmúlt. Van iránta egy nosztalgia, megjegyzem, és ez lesz az utolsó, amit mondani akarok maguknak, hogy ez a magyarokban mindig megvolt, ugye már a 20-as években megvolt egy ilyen nosztalgia a monarchia iránt, ami nevetséges, hiszen pár évvel vagyunk csak utána. De az érdekes az, hogy az utódállamok egy jelentős részében is ez újra támadt, ez a nosztalgia. Ki gondolta volna, hogy a 90-es évek végén Csehországban szobrot emelnek Ferenc Józsefnek? Ki gondolta volna, miközben Ferenc József egyik leggyűlöltebb figura volt, és ha megnézik a bécsi parlamentet, egyfolytában a cseh képviselők, hát, hogy mondjam, verekedési viszonyba kerültek a német osztrákokkal. Az igazság az, hogy Jugoszlávia szétesése után ma már a horvátok is úgy gondolják, hogy tulajdonképpen nem volt nekik rossz olyan mértékben ez a monarchia. A szlovének sose gondolták, hogy nekik az egy tragédia lett volna, mert Szlovénia nagy részt hát a monarchiába csinálta meg, hogy így mondjam, önmagát. És az igazság az, hogyha a saját tapasztalatom alapján tudom mondani, hogy azok az ukránok, akik megtapasztalták a Szovjetuniót és most a független Ukrajna csodálatos szépségeit, azok is úgy gondolják, hogy mennyivel kellemesebb volt Lvov Lemberként, pontosabban Lviv, ők Lvivnek mondják, szóval Lviv mennyivel kellemesebb volt Lemberként, mint Lvovként, mert ez volt az orosz neve. Tehát nagyon érdekes, hogy telik múlik az idő, a monarchiának van egy újraértékelése, tehát egy populárisabb kultúrában is, ami megjegyzem, részben összefügg azzal, hogy az Európai Unió miatt egy csomó olyan érték előtérbe került, ami túl van a nacionális értékeken, tehát például az életkereteknek egyfajta békésen együttélő pluralizmusa. És lényegében az igazság az, hogy akkor, amikor 93-ban, én akkor kint voltam Hollandiában, Maastrichtban aláírták ezt a szerződést, hogy bevezetik a közös európai pénzt, az eurót. És az összes újság tele volt azzal, hogy igen,
de ezt már föltalálták. Tehát amit az Európai Unió bevezett, ezt az osztrák-magyar monarhiában már közös pénzként feltalálták, hogy több nemzet egy pénzt vagy egy pénznemet használ. Ami arra utalt számomra, hogy a monarhiának hol virulensebben, hol lappangóbban van egy újraértékelési, újrafelfedezési korszaka, időszaka. És be is fejezem. Köszöntöm Diószegi urat, és örülünk, hogy ideért, és a kisebb bonyodalmak ellenére. Akkor át is adnám a szót, de először pár mondatban bemutatnám a közönségnek eddigi pályáját. Röviden csak annyit, hogy az Eötvös Loránd Tudomány Egyetemen szerzett történelem szakos diplomát 1953-ban, ezután a bölcsészkar könyvtárának munkatársa lett. Majd 1957-től kezdve az egyetem új és jelenkori egyetemes történelem tanszékén volt tanár. 1978 és 95 között tanszékvezető, 79 és 82 között a bölcsészkar dékánya volt. 1992 és 99 között a Magyar Történelmi Társulat elnöke, a Magyar-Osztrák, Magyar-Francia, Magyar-Lengyel Történész Vegyes Bizottság, az MTA Történelemtudományi Bizottsága és a Történelmi Szemle Szerkesztőbizottsági tagja. Főkutatási területe a nemzetközi kapcsolatok a 19. és 20. században. Tucatnyi monográfia szerzője, legutóbbi műve az Osztrák-Magyar Monarchia külpolitikája címmel jelent meg. Akkor át is adnám a szót önnek. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tisztelt hallgatóság, elnézést kérek, hogy felolvasást tartok, de már 13 év óta nem praktizálok, és nem tartok szabad előadásokat, így kénytelenek lehetek most egy felolvasást végighallgatni. A közös külpolitikáról, mint az integráció eszközéről beszélve, célszerűnek látszik a külpolitika természetében kapcsolatosan néhány általános jellegű megjegyzés előrebocsátása. A külpolitika, mint olyan, alapjába véve állami tevékenységi kör, olyan ténykedés, amely a szóban forgó állam más államokhoz, illetve államhoz, illetve államokhoz fűződő viszonyának alakítására irányul. A más államokhoz fűződő viszony és annak megfelelően a tevékenységi kör rendkívül sokrétű, a kapcsolati tartalmi tekintetben mind a mellett néhány lényeges vonatkozásban redukálható. Az állam más államokkal szemben mindenek előtt a szuverenitás megtartására működik, arra törekszik, hogy saját belső és külső ügyeit önállóan minden külső befolyástól mentesen intézhesse. A szuverenitás önmagában azonban még nem a létezés menlevele. Az egzisztencia akkor garantált, ha az állam kiküszöböli a létét fenyegető meglévő és lehetséges veszélyeket, vagyis, mint hogy ezek a veszélyek más államok puszta létéből adódnak, magukat az államokat is. Ez az állapot az abszolút vagy a teljes biztonság állapotának lenne nevezhető, ami azonban, mint hogy az állam mégiscsak kénytelen tudomásul venni a nemzetközi élet pluralitását, csak teoretikus értelemben létezik. Ugyanakkor az állam mindent megtesz annak érdekében, hogy legalább a relatív, a viszonylagos biztonság állapotát elérje. Ennek megfelelően korlátozza, függőségbe vonja, vagy éppenséggel bekebelezi a saját egzisztenciája szempontjából veszélyesnek minősülő más államot vagy államokat. A szuverenitás megőrzése és a biztonság garantálása egy adott állami területtel kapcsolatos, ezért a külpolitika territoriális, azaz tartalmi vonatkozást is nyer. A meglévő állami terület megtartása
a területi integritás megőrzése, néha mondhatni a külpolitika leginkább tembetűnő sajátossága. Az állami terület fogalma azonban együtt változik a történelemmel. Az állam annak, ennek megfelelően nem csak integritásán őrködik, hanem területszerző, illetve a terület visszaszerző pozíciójába is kerül. Végül van a külpolitikának olyan territoriális tartalmú megnyilvánulása is, amely nincs kapcsolatban az állami terület fogalmával. A hódításról, az állami kereteken túlmutató terjeszkedésről van szó, amely semmivel sem igazolható gyarapodásra, gyakran kontinens nagyságú, sőt több kontinensre kiterjedő birodalmak kialakulására vezet. Céljai és a lakosság elvárásai közötti tartós egyezés a történelem hosszú századai során nem jött létre. A külpolitika a királyok foglalkozása maradt, és az uralkodók az ország népességével csak mint a külpolitika tárgyával számoltak. Jellemző ebben a tekintetben, hogy az egyes országok lakosságának jelölésére még a bécsi 1815-ös bécsi kongresszus zárójegyzőkönyve is a lelkek rizám megnevezéssel élt, ugyanazzal a kifejezéssel, amit a középkori királyi adománylevelek használtak. A lakosság viszont többnyire teljes különbözséggel viseltetett. A napkirály 14. Lajos reuniós háborúi például nem keltettek emóciókat Franciaországban. Szilézia lakóinak mindegy volt, hogy Mária Terézia vagy Nagy Frigyes, II. Frigyes alattvalói lesztek, és a lengyel paraszti népesség sem, népességet sem rázta meg a nemesi köztársaság bukása. És ez akkor is így van, ha a nemzeti indítatású történetírás később a népi hazafiság töretlen ívét a középkori állam keletkedéséig visszavetítőleg megkonstruálta. Az állami külpolitikai céljai és a lakosság elvárásai közötti tartós egyezés akkor állt elő, amikor az állam keretei között élő népesség politikai közösségé formálódott, illetve amikor maguk az államok a politikai közösség rendezővonalai mentén alakultak át. Az állam külpolitikai céljaival azonosuló, illetve az állam átrendeződését kieszköző politikai közösség az etikai alapon létrejött képződmény a nemzet volt, és mint ilyen az újabbkori történelem terméke. A nemzet kialakulásától nagyjából a 18. század végétől az állami, immáron nemzetállami külpolitika különféle tartalmi vonatkozásai a nemzet érvényesülésének szinonimái lehettek, és a nemzet teljes odaadással támogatta az államnak a szuverenitás, az integritás és a biztonság szavatolására irányuló erőfeszítéseit. Különösen így volt ez a kritikus helyzetekben, nemzetközi válságok, háborúk alkalmával. Az 1871-es háború a franciák részéről, amikor a területi integritás megvédése lett a tét, valóságos népi háborúvá változott, ugyanakkor a német nemzeti közvélemény teljes odaadással támogatta Bismarcknak a német biztonság erősítését célzó politikáját,
amelynek éppen a területi annexió volt az eszköze, és a kormányok politikája az első világháború kirobbanása alkalmával a valamennyi országban a nemzeti közvélemény egyetértésével találkozott. Hogy valamely állam milyen súlyt nyomott a hatalmi politika mérlegén, az a nemzeti államok korában is elsősorban objektív adottságokon, terület, népesség, gazdaság, fegyveres erő, stb. Határozták meg. Németország és Dánia például soha nem kerülhetett egy kategóriába, a külpolitika hatékonysága és eredményessége azonban jelentős mértékben az állami célok és a nemzeti elvárások egybeesésének függvénye lett. A kölcsönös függőségnek persze megvolt a fonákja, a túldott nemzeti elvárások a realitástól elrulaszkodó vállalkozásokra készíthették az államot, ugyanakkor a nemzeti egységet is megbonthatták, a nemzet és az állam közötti harmónia alapjába véve azonban mindvégig fennmaradt. Mindaz, amit a fentebb elmondottunk, csak az európai államok kisebbik hányadára bírt érvénnyel. Etnikai határok és állami határok ugyanis még a 18. század végétől végbe ment nagy átalakulás sem estek általában egybe. Svájcot németek, franciák, olaszok és rétorománok lakták, Oroszország, majd Németország jelentéken lélekszámú lengyel és dán népességgel rendelkezett. A cári Oroszország a maga etnikai tarkaságával kifejezetten sok nemzetiségű állam volt. Az oszmán birodalom csak az Európa részében számos kisebb-nagyobb nemzetet és nemzetiséget vont össze magába. Létrejöhetette ez említettés hasonló esetekben az állami külpolitikai törekvések és a lakossági elvárások között az a konszenzus, amely a nemzeti államok sajátja volt. A válasz Svájc esetében a legegyszerűbb, a nemzet ott nem etnikai bázison jött létre, és a svájci nemzet, mint olyan, kétségben vonhatatlanul létezett, azért nem volt semmi eltérés a francia vagy a német típustól. A többi esetben sem lehet gondolkodás nélkül nemet mondani. A lengyeleket érdekközösség fűzte a porosz, majd a német államot abban a tekintetben, hogy nem akartak orosz fennhatóság alá kerülni. A kaukázoson túli örmények és grúzok az Oroszországhoz való tartozást egyfajta biztosítéknak fogták fel az iráni és a török terjeszkedés ellen, az albánok pedig egészen a végsőkig ragaszkodtak az oszmán birodalom fenntartásához, mert bizonytalanak ítélték az önálló állam, albán államiságot. Az érdekegyezés azonban csak átmeneti és alkalmi lehetett. Az említett és hasonló esetekben az állami területeket a régebbi és az újabb keretű dinasztikus hódítások hozta létre, a meghódítottak provizoriumnak tekintették az ottani létüket, és a kedvezőtlen népességi arányok alatt nem láttak esélyt arra, hogy törekvéseiket az állami külpolitika szintjét tükröztessék. Több és sok nemzetiségű államok esetében ezért általában nem lehet beszélni az állami külpolitikai törekvések és a lakosság egészének elvárásai között.
ködök, elvárásai közötti harmóniáról. A magatartás az ilyen esetek között élő nemzetek és nemzetiségek részéről jó esetben a különbözőség, rosszabban a kifejezett szembeszegülés. Az osztrák-magyar monarchia, hogy tulajdonképpen itt témákra áttérjünk, nem tartozott a nemzeti államok csoportjába, ezért a külpolitikával kapcsolatos konszenzus sem adódhatott magától érthetődően. De ez az állam különös adottságai folytán ebben a tekintetben is érdemes a beható vizsgálatra. Különösen két sajátsága kívánkozik kiemelésre. Először az, hogy jól lehet itt nem volt ismeretlen a dinasztikus hódítás. Galícia például a 19. század elején került véglegesen a monarchiához. Az állam területein is a Habsburg örökös tartományok, a Vente korona országai és Szent István koronájának országai, vagyis Ausztria, Csehország, Magyarország már hosszú századok óta együtt éltek, és az egyes területek és területen élő népek közötti kialakult egyfajta organikus kapcsolat. Az osztrákok, a csehek és a magyarok számára a monarchiához való tartozás nem provizórium volt csupán, hanem az állami lét megszokott és többé-kevésbé elfogadott formája. A második sajátosság a monarchia etnikai összetételeiben mutatkozott. A 11 számottevő nemzetet és nemzetiség közül egyik sem rendelkezett döntő számbeli túlsúllyal, a legerősebb osztrák németség valamivel több, a második helyen álló magyarság valamivel kevesebb, mint 20%-kal részesedett az össznépességből. Nem volt tehát lehetőség arra, hogy a monarchia külpolitikájának valamely nemzet, német vagy orosz mintára határozott nemzeti karaktert adjon, és a többieket majorizálja. Az etnikai arányok inkább valamiféle nemzeti értelemben integrált külpolitikát előfeltételeztek. Az osztrák-magyar monarchia külpolitikája 1867 után a mindenkori hatalmi politikára jellemző vonások álltak előtérben. Mint minden állam, a monarchia is elsősorban biztonságának szabadulására, erősítésére törekedett. Ennek érdekében először Poroszországgal konfrontálódott, és jól lehet 1866-ban alulmaradt, továbbra is igyekezett megakadályozni a német állami egység kiterjesedését. 1871 után az orosz veszélyt tartotta elsődlegesnek, ennek elhárítására, illetve csökkentéses céljából igyekedett meggátolni Oroszország további térnyerését, főként a Balkán-félszigeten, ellensúlyt keresett és a német szövetségbe talált is az orosz túlsúly ellen, és alkalmanként az orosz hatalom háború útján történő visszaszorítására is törekedett. Úgy szintén vétót emelt a határai mentén végben ment veszélyesnek ítélt államalakulatok ellen, és a nagy délszláv állam létrejöttének tilalmát szerződésbe is foglaltatta. Ez utóbbit már nem annyira a biztonsági megfontolás, mint inkább a területi integritás megőrzésének szándéka diktálta. Mert a határok mentén kialakuló nemzeti államok területi igényt támaszthattak. A monarchiától a területszerzés gondolata sem volt idegen,
és a Németországban és Itáliában elszenvedett vereségeiért a Balkán félszigeten igyekedett kárpótlást találni. Mindezen külpolitikai célkitűzés nagy hatalomra vallottak, és a monarchia a hatalmi politika hagyományos mértékegységei szerint annak is minősült. A kiegyezés évében 600 000 négyzetméter kilométernyi területével az európai második lakói 35 millió lakójával az európai harmadik helyen állott. A hatalmi állás modern mutatói azonban nem alakultak ilyen kedvezően. Az egyfőre jutó nemzeti jövedelem viszonyszámai és a nemzeti össztermék globális mutatói meg sem közelítették európai fejlett nagy országait. Ha valahol, akkor a monarchiában igazán szüksége volt arra, hogy a nagyhatalmi külpolitikai célok mögé a lakosságot is felsorakoztassák. Azok az államférfiak, akik a monarchia külpolitikájának irányítói voltak, többé-kevésbé tisztában voltak a monarchia szintagoltságával és sajátos természetével, és azt a fajta igényt különböző közelítésben meg is fogalmazták. Andrássy Gyula, a korábbi magyar miniszterelnök, aki 1871-ben lépett Metternich örökébe, a külpolitikának egyenesen integrációs funkciót tulajdonított. A közös uralkodóház iránti dunasztikus érzés mellett a nagyszabású külpolitika az egyedüli erős kötelék, amely a monarchia különböző népeit összefogja, írta az uralkodóház intézet emlékiratában. Túlléptük az időt, hogy egy picit összefoglalni, vagy egy percben bármit, amit még el szeretne mondani, és hogy a többieknek is még adjunk lehetőséget hozzászólni, illetve ha van kérdés. Jó, akkor rövidítek. Köszönöm. A beteges tudata volt tehát az a bázis, amelynek a soknyelvi ország a lábát megvetette, egyúttal olyan felhajtó erő, amely a nemzeti törekvéseket és az állami külpolitikai érdekeket közös mederbe terelhette. A probléma az utóbbi tekintetben abból fakadt, hogy a monarchia nemzetei a külső veszély miben létét eltérő módon ítélték meg. Nem érdemli meg a magyar politikus nevet az, aki Magyarország fő veszélyének nem az oroszt tartja, írta egy magyar napilap, és ezt a nézetet a monarchia egészre vonatkoztatva a galiciai lengyelek, ukránok és az erdélyi románok is osztották, és alapjába véve az ausztriai németek is magukévá vallották. A többiek számára viszont Németország volt a legfőbb vetederem. A cseh Rieger attól félt, hogy Németország nem csak Tiszlajtániát, azaz a tulajdonképpen arról Ausztriát nyerni majd el, hanem a Fekete-tenger partjáig terjesztették uralmát, a horvát Strossmayer pedig egy 60 milliós német birodalomról vizionált. A cseh és horvát vélekedésekkel a szlovákok, a szerbek és a szlávok is egyetértettek. A monarchia nagyobb és kisebb nemzetei mindent elkövettek, hogy a külpolitikát nemzeti értelemben orientálják, és az általuk készített külső veszély elhárítását
elhárítására sarkalják. A magyarok a lengyelekkel együtt szüntelenül az orosz ellenes frontalkotást reklamálták, és nem egyszer a fegyveres fellépést sürgették. A csehek a déltávokkal az oldalokon azt követelték, hogy a monarka orosz segítséggel Németország visszaszorítására koncentráljon, az osztrák németek pedig, akik mentesek voltak a kisnemzeti komplexustól, a Németországgal való szoros együttműködést kérték számon. Az adott feltételek közepette a külpolitikai döntéshozóknak meglehetősen bonyolult feladatványt kellett megoldaniuk. Egyszerre kellett az állami érdekekhez igazodniuk, és elegeket tenniük a hatalmi politika mindenkori követelményeinek, és ugyanakkor kifejezésre kellett jutatniuk az egymással homlokegyenest ellentétes nemzeti törekvéseket, mint méghozzá azzal az igénnyel, hogy létrehozzák az állam és a nemzetek közötti kívánatos koncentrust. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket az előadóinknak, hogy részt vettek ezen az alkalmon, illetve szeretnék ezúton is boldog karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánni, ugyanis ez volt idén az utolsó rendezvényünk. Jövőre szintén lesznek hasonlóak, az első világháború centenáriumi bizottsággal közösen tervezünk több hasonló programot. Bízom benne, hogy azon is részt vesznek. Egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.